A szicíliai Pozzallóban tette partra szombat este az olasz parti őrség azt a 236 menekültet, akiket egy süllyedő hajóról mentettek ki a földközi tengeren. Közülük 12-en gyerekek, 50-en nők. Matteo Salvini olasz belügyminiszter a Twitteren vádaskodott. Azt írta, egy máltai űrhajó szándékosan az olasz partok felé irányította a menekültek hajóját, ahelyett, hogy a fedélzetükre vette volna őket. Salvini nem kímélte az Európai Uniót sem, szerinte Brüsszelt túlságosan lefoglalja az Olaszország elleni levelek írogatása, ahelyett, hogy megoldanák az olyan valós problémákat, mint ez is.